Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, köszönöm a lehetőséget államtitkár asszonynak a sajtótájékoztató megtartására. Mint ahogy önök azt oly jól tudják, január 1-től a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ vette át az iskolák állami szakmai irányítását, ezt nevezzük fenntartásnak, és több esetben a működtetését is. Ez az átadás átvételi folyamat az országgyűlés által jóváhagyott decemberi törvényalkotási folyamatban megjelent törvény szerint zajlott le, és 1297 olyan önkormányzattal kötöttünk megállapodást, amely székhely intézményt működtet. Ez azt jelenti, hogy OM azonosítóval rendelkező intézmény átadásáról született megállapodás. A megállapodásokról elmondható, hogy nagy számban, mindössze 6 megállapodás hiány születtek, lekészültek el. Ezen 6 esetben pedig az oktatásért felelős államtitkár határozattal hozta létre a megállapodást. Most a működés elkezdődött, a feladatátvétel a több mint 120 ezer pedagógus, illetve az 1.200 ezer tanuló életét irányító szakmai apparátus átvétele az önkormányzatoktól megtörtént átsorolások folyamatban van, és a feladatok zökkenőmentességét igyekszünk biztosítani folyamatosan. Természetes, hogy egy ilyen nagy átadás átvételnél a részletmegállapodások még ezután következnek. Január 15-e az a határnap, amikor a használatról, a vagyon használatáról vagy kezeléséről részletes megállapodásokat kötünk, és ennek a folyamatnak a főszereplői azok a tankerületi igazgatók, akik november közepétől kezdték meg munkájukat. Az átadás átvétel részleteinek a kimunkálásában, az átadás átvétel napi ügyeinek a kezelésében nyilvánvaló, hogy olyan események is felszínre bukkanhatnak, amelynek a gyors beavatkozású kezelésére van szükség, ezért tankerületi szinten történik a feladatellátás, és a központban ennek a szakmai irányítása, a szakmai protokoll nyújtása zajlik, tehát minden olyan ügy, ami az iskolában napi ügy, és eddig az önkormányzatnál jelent meg, az a tankerületek szintjén zajlik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Az előző fél év egyik fontos kérdése volt, amely szintén szükséges volt ahhoz, hogy elkezdődhessen ez a feladat átvállalás, annak a tisztázása, hogy az önkormányzatok, illetve az államnak ez az új struktúrája hogy viszonyul egymáshoz. Először is nagyon fontos leszögezni, hogy nem általában a magyar iskola rendszer úgynevezett államosítását hajtottuk végre, hiszen megmaradnak a különböző fenntartású intézmények. Léteznek egyházi vagy magánfenntartású intézmények, amelyekre ez a folyamat nem vonatkozik. És az államosítás fogalmát is talán most már hosszú hónapok után letehetjük, hiszen pusztán arról van szó, hogy az állampolgárok közössége, mint állam, a jövőben nem az önkormányzati struktúrában tartja fönn az állami költségvetésből ezeket az intézményeket, hanem egy más szervezeti formában, amely elsősorban, ahogy elnök asszony is említette, egységes szakmai irányítást jelent. Hiszen a fenntartás fogalmában bizonyos esetekben január 1-től ketté válik a szakmai irányítás, illetve az intézményeknek az infrastruktúrális úgynevezett működtetése. Itt jelenhet meg az állami fenntartás fogalmában a eddig fenntartó önkormányzat és a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ közös munkája. Az erről szóló jogszabályok úgy rendelkeztek, hogy a 3000 fős lakosságszám alatti települések esetében az állam központi költségvetése automatikusan átvállalja a településektől az iskolák, intézmények teljes működtetési költségét. Azonban, hogyha egy-egy ilyen 3000 fős lakosságszám alatti település úgy döntött, hogy
politikai, közösségi, helyi okokból, érdekekből mégis szeretné megtartani ezt a jogot magának, akkor ezt megfelelő jogszabályi körülmények között kérvényezhette egy a három érintett minisztériumot, belügyminisztériumot, a Nemzetgazdasági Minisztériumot és az EMMIT felölelő tárcaközi bizottság, illetve a három miniszter döntését kérve. Az ilyen kisebb önkormányzatok, kisebb települések közül 83-an kértek tőlünk ilyet, és ebből 55 település esetében ez a tárcaközi bizottság azt javasolta a három aláíró miniszternek, hogy fogadja el ezt a kérést, hiszen ezeknek a kis településeknek általában a helyi adottságok következtében, például az iparűzési adó miatt valóban van olyan jövedelemtermelő képessége, amellyel hosszú távon biztosított, hogy a központi költségvetés nélkül, segítsége nélkül is működtessék az intézményeiket. A 3000 fős lakosságszám fölötti települések esetében az alapvető törvényi szabályozás szerint magától értetődően vagy eleve egy az önkormányzati működtetést és az állami szakmai irányítást feltételező együttműködés az alapállapot. Ebben az esetben tehát azok az önkormányzatok fordulhattak ugyanilyen kéréssel a minisztériumok felé, akik szerettek volna lemondani erről a működtetési lehetőségről és jogról. 227 3000 fős lakosságszám fölötti település kérvényezte ezt a lehetőséget, hogy ne legyen működtetője a saját köznevelési intézményeinek, és mind a 227 esetben elfogadta a bizottság, illetve a minisztériumok ezt a kérést. Ahogy ez a köznevelési törvényben, illetve a vonatkozó átmeneti törvényben is rögzítve van, minden esetben megállapított ugyanakkor egy olyan összeget a bizottság és a miniszterek, amellyel a működtetésről való lemondás esetében a központi költségvetéshez hozzá kell járulni az adott települési önkormányzatnak. Ezeknek az összegeknek a megállapítása minden esetben azon a számon alapult, amelyet maga az önkormányzat vallott be, mint általa prognosztizált működtetési költség. Ezeket az ajánlatokat a miniszterek megtették, és az önkormányzatok ennek függvényében dönthettek véglegesen arról, hogy megtartják a működtetői jogkörüket, vagy ennek a hozzájárulásnak a elfogadása és befizetése mellett lemondanak erről. A 227 eredeti kérvényezőből 120 olyan önkormányzat került ki, akik a hozzájárulás megfizetését, vagyis a működtetésről való lemondást választották. Ennek a 120 településnek a kivételével, tehát valamennyi magyarországi 3000 főnél nagyobb település együttesen fogja ezentúl a korábbi fenntartói jogokat az állammal gyakorolni. Köszönöm szépen a helyettes államtitkárnak a tájékoztatást, és hát az olaszok államtitkára. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm én is Önöket, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagyon fontos állomáshoz érkezett a köznevelési rendszer 2,5 évvel ezelőtt megkezdett átalakítása. Amiről én itt örömmel leszámolhatok, az megítélésünk szerint valódi sikertörténet, hiszen minden negatív előrejelzés, minden korábbi rémhírterjesztés ellenére minden menetrendszerűen pontosan és zökkenőmentesen lezajlott. Január 1-én a himnusz elhangzása után formailag és jogilag a Klebersberg intézmény fenntartó központ, mint az állam erre kijelölt szervezete átvette az iskolák fenntartását, és ahogy az előzőekből is hallották, mindez gond nélkül megtörtént. Január 3-án vagy 4-én, mikor hol megkezdődött ismét a tanítás, illetve folytatódott a tanítás, a gyerekek, az iskolák pedagógusai ebből az átállásból úgy szólván semmit nem érzékeltek. Ezt ígértük korábban is, és ezt teljesítettük, és a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanév sikeresen befejeződjék, és a következő tanévtől azok az eredmények is már látszódjanak, amelyeknek reményében ezt az átalakítást megkezdtük.
Mindazonáltal jó látni, hogy ez az átalakítás korántsem öncélú, hanem része annak a megújulási, megújítási folyamatnak, amelyre a kormány esküdtett a megalakulása idején, hogy átalakítja azokat a nagy rendszereket, amelyek sokszor észszerűtlenül, sokszor gyenge eredménnyel és sokszor pazarlóan működtek. Így a köznevelési rendszer átalakítása egyáltalán nem egyedülálló, hanem párhuzamban jár a többi nagy rendszer, a közigazgatási rendszer, a szociális vagy az egészségügyi rendszer, és sorolhatnám, átalakításával. Amit mi itt megtettünk az elmúlt 2,5 évben, az összegezhető több mint 40 jogszabály megalkotásával, a tankerületi igazgatók kinevezésével, a tankerületek fölállításával, amit szintén nagyon rövid idő alatt és nagyon eredményesen tudtunk végrehajtani igazi példaértékű csapatmunkával. A köznevelési rendszer lényegéből adódik természetesen, hogy a változások az eredményüket nem mutatják meg egyik napról a másikra, hiszen az új nemzeti alaptanterv, az új kerettantervek még csak 2013. szeptember 1-től lépnek érvénybe, azonban azon leszünk, hogy ennek minél előbb érvényt szerezzünk a köznevelési rendszer egészében, hiszen ennek az átalakításnak az egyik legfontosabb célja az volt és az marad, hogy az állam garantálja, biztosítsa azt, hogy a gyerekek az ország minden településén, függetlenül attól, hogy hová születtek, hová járnak iskolába, de ugyanazokban a műveltségi javakban részesedjenek. Ezt ellenőrizni is fogjuk. Ezért tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagy bátorságról tett tanúbizottságot a kormány akkor, amikor erre az átalakításra vállalkozott, hiszen az eredményei ebben a kormányzati ciklusban még csak itt-ott fognak megmutatkozni, de az előre jelzések alapján azt mondhatom, hogy teljes mértékben bízunk és a sikerben, hogy elérjük azt a célt, hogy az a nagy széttagoltság, amely eddig a köznevelési rendszert jellemezte, és aminek az eredménye az volt, hogy a hirdetett, vallott esélyegyenlőség ellenére éppen, hogy növekedtek a különbségek iskolák és gyerekek között, ezt a különbséget jelentős mértékben és rövid idő alatt csökkenteni fogjuk. Nagyon sok intézkedés vár még ránk, például a tanfelügyeleti rendszer bevezetése, amely szintén ezt a fajta egységes, magas színvonalat fogja garantálni, ez majd csak a jövő tanévtől indul, úgyhogy lesz bőven alkalom még miről tájékoztatni a sajtó képviselőit. Még egy mozzanatra felhívnám a figyelmünket, hogy azok a vészjelzések, amelyek az előző hónapokban beárnyékolták egy kicsit a mi munkánkat is, és amelyek abban nyilvánultak meg, hogy például azzal ijesztgették a pedagógusokat, hogy nem fognak fizetést kapni az állami feladat átvétel miatt, ezek most már igazolható módon mind hamis vészjelzések voltak, amelyek vagy információhiányból, vagy rossz indulatú félrevezetésből származtak. Jelenthetem, hogy január 3-án úgy, ahogy eddig mindig, minden pedagógus megkapta a fizetését, és a jövőben is garantáljuk azt, hogy nem adódhat elő olyan helyzet, mint ami a korábbi rendszerben sajnos sokszor előfordult, hogy a különböző fenntartású és nem egységesen irányított iskola rendszerben bizony nagyon sok probléma volt, például sokszor elmaradtak akár fél évre is, vagy hónapokra fizetések. Nos, ez az átalakulás, amely tehát elkezdődött, megállíthatatlanul halad most már tovább, zökkenőmentesen, gond nélkül, probléma nélkül, mi pedig a gyerekek fejlődésének érdekében a jövőben is magunkat nem kímélve mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikerre vigyük az átalakításnak a folyamatát. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak bennünket. Köszönöm szépen, Áram Kukának, és most pedig feladatjuk a kérdéseket. Sima Daniel Kiberdiótól. Felsőoktatásról kérdeznék, hogy ha nem probléma, nem egészen a témával. Tegnap intéztek a kormány felé egy ultimátumot ennek a fórumnak a része, hogy nem tudom, hogy olvastál, hallottál az ultimátumot, hogy miről szól pontosan, érdekel a reakció. Jó, szívesen válaszolok felsőoktatási kérdésekre is. Javasolnám, hogyha megengedik, hogy először maradjunk a témánál, és utána térnék vissza, jó? László Vitáti, érdekelne, hogyha miért is külvagy.
Kufmann Rózsa válaszol, hogy azok az önkormányzatok, amelyek vállalták, hogy működési hozzájárulást fizetnek a fontosan, nem mit kell fizetni, lehet-e tudni, vagy a tólig összeget tudom mondani. Nincs objektív tólig összeg, tehát nem egy összeg kereten belül született döntés, természetesen van egy legkisebb, meg egy legnagyobb. Tehát itt a 1,5 milliós havi hozzájárulástól a közel 20 milliós havi hozzájárulásig terjednek ezek a pénzösszegek. Havi bontásban került megállapításra, mert a törvény erre kötelezte a bizottságot, illetve az elfogadó önkormányzatot, és hát nyilván voltak paraméterei annak, hogy milyen szempontok szerint lehet ezt megállapítani. Mindenképpen egy felső határ volt az, hogy a, miközben egy-egy ilyen nagy iskola fenntartó településnek a saját bevételeiből a korábbiakban lényegében a közoktatás, köznevelés vitte el a legnagyobb összeget, ez a megállapított hozzájárulás most sem haladhatta meg a gépjárműadó, illetve a helyi bevételek 50%-át. De ez alatt alapvetően a önkormányzat által bevallott, prognosztizált kiadás volt az, ami meghatározta az összeg megállapítását. Két kérdésem lenne, az egyik a közszféra a nyugdíj szabályra vonatkozik, az orvosok, hogy elérték azt, hogy ők ne kelljen 70 évig ki lehetett tolni ezt a portát. Nyilván ott a tanácsokat, ott mi fog történni, ha évközben letölti valaki 62 évet, akkor még szeptemberig van itt, hogy fog ez a gyakorlatban zárni. Erre válaszolok, hogy tegnap pont a Hír TV munkatársai kerestek meg ezügyben. Megszületett ugye az erről szóló kormányhatározat, amely tartalmazza ennek az eljárás rendjét is végigkövethető. Először most mi felmérjük a nyugdíjas állományunkat, tehát magyarul a nyugdíjasoknak kérelmezniük kell formailag azt, hogy ők tovább dolgozhassanak. Ennek a következő lépcsője az, hogy a munkáltató ezt a fajta nyilatkozatot begyűjtve a miniszter úr elé tárja. A miniszter úr továbbítja a miniszterelnökségnek, erre 8 napos határidők állnak rendelkezésre, és a kormány hagyhatja jóvá ezt a kivételt. Mi kivételt fogunk kérni természetesen, hiszen a tanévrendje nem borulhat fel amiatt, hogy valaki eléri a nyugdíjkorúságot, és ellátatlanul maradjon tantárgyfelosztásbeli óra. Tehát én bízom abban, hogy a kormány ezt a fajta kivételt lehetővé teszi a közoktatásban is. A határozatban a felsőoktatási oktatókra nevesíti, a köznevelés rendszerére nem. És ehhez kapcsolódik a második kérdésem, hogy ugye a tanároknak a megváltozott jogszabályi környezet miatt meghatározott óraszámot az iskolában kell töltenie. Most lehetséges az, hogy ha ilyen eset adódna, akkor egy másik iskolába menne át órát tartani. Teszem azt, földrajzórát elmegy egy másik iskolába tartani, és ha ez van, akkor a Playback Lab Központ ennek az infrastruktúrális feltételét megteremti, kap-e autót, utaztatják ehhez, hogy fog kinézni. Köszönöm. Mindez, amit a kérdésében vázol, ez 2013. szeptember 1-től aktuális, tehát a tanév megkezdett rendjét nem változtatja meg. Döntő módon abban az iskolában tölti a munkaidejét a pedagógus, ahová a kinevezése a munkahelye szól. De miután a munkáltató a tankerület, ezért előfordulhat olyan helyzet, hogy a munkakörét esetleg két munkahelyen tudja betölteni. Ezekről a döntést és az utaztatás feltételeiről a tankerület fog nyilvánvalóan dönteni. Mások a feltételek nagyvárosi körülmények között, mások kis települések esetében. Ezt mind az elkövetkezendő hónapok alapján fel fogják mérni, és a jövő tanévet ígérem, hogy megint csak zökkenőmentesen fogjuk tudni indítani, és mindenki tudja pontosan a munkavégzésének a helyét. Hány embert érintett aztán kívánok, hogy hát az utolsó, csak én információ kérdés, hogy ez az életkori kérdés, akár csak megbecsülni meg lehet, hogy ez hány pedagógust érinthet? Néhány ezred, de a felmérés január végéig készül el. Igen. Valami munkát elhíradom, több kérdésem is lenne. Az egyik az az, hogy ezt mondták, hogy sikertörtént az iskolák átadása. Ehhez képest is a helyigazgató gyakorlatilag azt mondják, hogy a napi életben tényleg nincsenek problémák, tehát nem szembesülnek azzal, hogy nincsen vét mondjuk.
De azt mondják, hogy a napi életben azért nem lehet változást érzékelni, mert ők mindent úgy csinálnak, mint ahogy régen csinálták, csak most már ez nem szabályszerű, mondok egy példát. Tehát mondjuk az iskola igazgatóknak nincsen részletes munkaköri leírása. Tehát hivatalosan ő nem utasítja a jelen helyzetben, mert nincsen munkaköri leírása. Vagy el kell készíteni ők az iskoláknak a gazdasági terveiket januárra. Csak hogy éppen a gazdasági szakemberek, akik ezeket a terveket elkészítették, már nincsenek ott az iskoláknál. Tehát azt mondják, hogy működik a rendszer, mert őt működtetik, de igazából ezek problémák. Egyrészt ez lenne a kérdésem, hogy elegnek ez. Itt téves információk is keringenek, tehát nem tudom, milyen gazdasági tervet kell elkészíteniük, hiszen a beolvadó iskolák azok a gazdasági feladatokat úgymond elveszítették, tehát vagy az önkormányzat készít gazdasági tervet, vagy a Klebersberg. Egy folyamatba léptünk be, tehát a jogfolytonosság él, és a jogszabályok ugye határidőket szabnak az átsorolások elkészítésére, például az értesítések kiadására. Az igazgatók is a tankerületen keresztül megkapták azt az elnöki utasítást, amely a jogkörök leadásáról szól, a jogköröket szabályozza. Az iskola igazgatóknál ebben az elnöki utasításban addig, amíg a jogszabályi környezet meg nem változik, tehát nem kerül sor mindenfajta olyan szabályzó kiadására, addig az elnöki utasítás alapján gyakorolják a jogköreiket, tehát ügyelünk arra, hogy tudják, hogy mi a dolgok. Úgyhogy én köszönöm a jelzést, hogyha van ilyen igazgató, akkor a tankeret igazgató következő értekezletén fokozottan felhívom figyelmet arra, hogy az iskola igazgatókat nekik össze kell hívniuk, végig kell látogatniuk, az információt tovább kell adniuk, mert ezt az utasítást a tankerületi igazgatók megkapták, és abban ott van az iskola igazgató úgy nevesítve, hogy ő a szakmai önálló jogi személyiséggel bíró munkavállalókat irányító egység vezetője. Tehát az utasítási jogköre az ott van, sőt, a jogszabályból adódó feladatellátási jogköre is ott van, ami azt jelenti, hogy például a pedagógusok átsorolásának az elkészítése az nála ugyanúgy megvan. Tehát itt biztos, hogy a félelem vagy a tájékozatlansági szerepet játszik abban, ha ő még a régi beidegződés szerinti tervezésben gondolkozik. Nyilván egyébként persze is, amit azt mondtam, tehát hogy úgy tudjuk, hogy ezért nem tudják teljesen az új rendben. Igen, ezt köszönöm. Lenne még két kérdés van. Az egyik az, hogy Mendrei László ma reggel azt mondta, hogy most már eljött annak az időpontja, hogy hamarosan meghatározzák a sztrájknak az időpontját, mert sem a pedagógus bérekkel kapcsolatban nem történt a korlatilag előrelépés, sem a munkaidőkeret meghatározásával kapcsolatban. Tartom a tárgyal, hogy sztrájk, tehát jogosnak tartják a sztrájk. Egy kicsit korrigálnám, Mendrei László úr ön által interpretált szavait, hiszen a pedagógus szakszervezetekkel az egyeztetési folyamat korán sem zárult le. Nagyon sok kérdésben megegyezés született, amelyet a szakszervezetek képviselői aláírásukkal is igazoltak, és a sztrájk ügyben még nem történt döntés. Elég sok megállapodás született, tehát nyitott kérdés, kevés maradt ezeknek a további tárgyalására, várhatóan a jövő héten kerül sor, úgy, ahogy ezt a decemberi utolsó ülésünkön az Egyeztetési Bizottság megállapította. Megjegyzem, hogy várjuk a munkaügyi bíróságnak a döntését a tekintetben, hogy a még elégséges szolgáltatást kell-e biztosítani, vagy sem. Ezt a döntést, hogyha megkapjuk, akkor fogunk vélhetőleg ismét leülni velük. Nincs még egyértelműen bejelentett sztrájk kezdeményezés. Meglátásom szerint, miután a legtöbb szakmai kérdésben meg is egyeztünk a szakszervezetekkel, a sztrájknak az oka az meglehetősen minimálisra zsugorodott. A béreket magasabb szintre utaltuk, arról nem a Balogh Zoltán miniszter úr által vezetett egyeztető bizottság fog egyezkedni a szakszervezetekkel, hanem országos szintre emeltük, hiszen a szakszervezetek követelése a teljes közalkalmazotti szférára vonatkozott. És még egy utolsó kérdés, hogy mondaná elnézést, hogy nekem előre léptük magájellegű. A kötelező nyugdíjazás kapcsán még a titkár azt is érintett, hogy döntenie kell, hogy nem fog. Thank you.
én természetesen tovább folytatom a megkezdett munkámat mindaddig, ameddig lehet. Nagyon gyors kérdés, hogyha országos szintre megy, akkor ki lesz az, aki a pontosan tárgyal? Országos érdekegyeztető. Országos érdekegyeztető fórum, a pontos neve. Most azt hiszem, hogy változott. Tekintettel arra, hogy nem az EMMI hatáskörébe tartozó szakmákban, illetve területeken fogalmazódik meg a követelésem az egész közszférába, ezért a NGM által vezetett szabályos egyeztetési fórumokon, tehát az egész közszférára vonatkozó egyeztetési fórumokon, amelyből több is van, folytatódik ez a munka. Bíró Zsuzsa vagyok a televízióban, nekem két rövid kérdésem lenne. Az egyik az, hogy említették, hogy átvették a feladatokat. Milyen feladatát kivettek? Tehát pontosan konkrét feladatokat fel lehetne sorolni, hogy melyek voltak ezek a feladatok. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a kormány tervei szerint, hogy kompenzálni fogják a szolgáltatókat, a rezsicsökkentés kapcsán érinteni fogja ez esetleg az iskolákat, és hogyha így, akkor hogyan fogják érinteni? Kezdjétek. A konkrét feladatok átvétele, ugye mindig azt mondjuk csak, hogy fenntartói, illetve működtetési és szakmai irányítói, de ez valóban részletekre bonthatóan. A fenntartói feladatok, azok a munkáltatói feladatoktól kezdve a tantárgyfelosztás jóváhagyásáig, adott esetben a gyesre menő helyetti felvételekig, tehát mindenfajta olyan személyi, iskolaszervezési, oktatás irányítási kérdés, ami a szakmai irányítás körébe tartozik. Tehát például programfinanszírozások, Arany János program, de akár a tanulmányi versenyek kapcsolatos teendők. Ezeket az iskolák intézik valóban úgy, ahogy elhangzott, hogy a régi rend szerint teszik a dolgokat, de amivel eddig az önkormányzathoz fordultak, mert ő volt a fenntartójuk, azzal most a tankerületi igazgatóhoz fordulnak. Tehát leegyszerűsítve a szakmai részét azt így lehet elképzelni. A működtetés része az teszi egy picit bonyolultabbá a kérdést, hiszen ahol az önkormányzat működtet, ott az iskolaigazgató a működtetési kérdésekben az önkormányzattal is kapcsolatot tart, nem csak a tankerületi igazgatóval. Hogyha a Klebensberg intézmény fenntartó központ működtet, akkor pedig egyértelműen a tankerülethez fordul minden egyes ügyben. Ezt tartalmazza az a körlevelünk, amit a két ünnep között minden iskolaigazgatónak kiküldtünk. Tehát ezeket egy mátrixot is tulajdonképpen beikszelve, hogyha ez a probléma kihez forduljon, ha az a probléma kihez forduljon. Most már készül az új honlap, úgyhogy szeretnék ezt a mátrixot is feltetetni, minél hamarabb és láthatóvá válik, hogy milyen feladattal hova tudnak fordulni. A rezsidíj csökkentésekről én most nem tudok még nyilatkozni, ez szerintem túl friss a mi szervezetünknek. Egyrészt, másrészt nem közvetlenül érinti ezt a területet, hiszen a kompenzáció a szolgáltatókra vonatkozik. Az oktatási rendszer átalakításában a szolgáltatók ugyanúgy jelennek meg, mint minden egyes területen. Ebben az új rendszerben, mint hallottuk, az iskoláknak, az önkormányzatokkal, mint működtetőkkel, illetve a Klebersberg intézmény fenntartó központtal, mint a fenntartást gyakorló szervezettel van dolga, úgyhogy ez nehezen értelmezhető, így a kérdés. De nem lesz olyan valószínűleg a jövőben, tehát, hogy fűtés, vagy villany, vagy áram nélkül marad bármelyik intézmény, nem volt el, hogy akkor nem volt minden, azért kérdeztem. Természetesen nem. Erre már jó példa is van, tehát ahol fűtés nélkül voltak decemberben, 9 napot hagyott ki egy csurgói tankerületi iskola, ott már most szombaton elkezdték pótolni a tanítást, tehát azt a 9 napot szombatonként kell pótolniuk, hogy a tanév teljesüljön, úgyhogy igyekszünk minden helyzetet kezelni. Annyival egészíteném ki, hogy azt hiszem eléggé nyilvánvaló, hogy a kormánynak alapvető szándéka, célja, mi több érdeke is, hogy gond nélkül és jó színvonalon működtesse az iskolákat. Ezért vállalta át ezeket a feladatokat. Ezért minden olyan esetleges feltételezés, amely arra irányulna, hogy majd itt meg ott ez meg amaz nem működik, ez rossz előfeltételezésből indul ki, mert mindent el fog követni a kormányzat és az önkormányzat és a Klebersberg intézmény fenntartó központ annak érdekében, hogy az iskolák minél magasabb, növekvő színvonalon is jól működjenek.
Csurgó, Inke település. Csurgói tankerület és Inke a település. Nem tudom, jogokat sértek, ha ezt kiadom, vagy nem, de talán nem. Jó, Sándor vagy az Indextől. Azt szeretném kérdezni, hogy a Friedrichsberg központ, vagy a tárca, az most milyen felméréseket, vagy statisztikai összesítéseket fog csinálni az átvett iskoláknak a munkaerőállományáról, vagy a diák-tanár arányról, és hogy ezek milyen döntéseket alapozhatnak meg iskolák összevonásáról, vagy különböző átcsoportosításokról, mikor válhatók ilyen döntések már szavasszal, vagy a nyár elején. Nyilván ön is tudja, hogy az ilyenfajta statisztikai adatgyűjtés az egyrészt nagyon fontos jogszabályok által korlátozott, másrészt nagyon fontos jogszabályok által generált. A statisztikai adatgyűjtést a Nemzeti Köznevelési Törvény szabályozza, és ez nem a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központnak a saját statisztikai felméréseit jelenti, hanem az úgynevezett KIR, vagyis a közoktatás informatikai rendszerén belül történik. Ennek van egy meghatározott rendje, és azért is válaszolok erre ilyen könnyen, mert bármikor, bármilyen ön által kérdezett adat a rendelkezésünkre, hát eddig is, mint minden előző bizonyos időben visszamenve minden előző kormányzat számára, tehát pedagógus diák arány, pedagógus létszám és a többi, ez a rendes törvény által előírt adatszolgáltatás alapján létrejövő statisztikákból bármikor kinyerhető. A kérdés esetleges célzott vetületére visszatérve az, hogy ennek alapján pedagógus létszámról döntsön bárki is, a közeljövőben ilyen szándék nincs. Kiből lettek a kerületi igazgatók, illetve hogy azoknál az iskoláknál, akik nem tartották meg a fenntartást, ki a munkáltatói joggyakorlója? Tehát a tankerületek számát azt a járási törvény alapján ugye a kormány határozta meg, 175 járás és a 23 kerület, tehát 198 tankerület van, 198 tankerület igazgató, zömében pedagógusok, egy-egy jogász, találhat egy-egy közgazdász köztük, zömében a közalkalmazott, illetve a közszférába jöttek és áthelyezéssel is kerültek. De a köz, tehát pedagógus, azt nekem iskolaigazgatót is jelent nyilván, mert a vezetői tapasztalat az kellett hozzá, tehát iskolaigazgatók is, de az irányításban dolgozó önkormányzati szakemberek is vannak köztük, hiszen pontosan az átalakítás kezdetétől az volt a lényeg, hogy az ökkenőmentesség szempontjából, akik eddig az önkormányzatoknál vitték ezeket a szakmai feladatokat, azok, ha alkalmasak rá és akarják csinálni, akkor jöhessenek át. Tehát önkormányzati szféra, iskolaigazgató, de pedagógus, kormánytisztviselő is van köztük, akik kormányhivatali oktatási ügyekkel foglalkoztak. A legfontosabb szempont az volt, hogy szakmailag tudja, hogy mi zajlik egy iskolában. Tehát lásson, látott már iskolát, tudja, hogy mi az, hogy fenntartás, és ezzel képes legyen a jövőben is megbirkózni. A kérdés, hogy hány iskola tartozik hozzájuk, ez változó, hiszen területi illetékességük van a tankerületeknek, tehát amány székhelyen rendelkező iskola van az adott járásban, annyi tartozik hozzá. Kivétel ez alól a megyeközponti járás, mert ott a feladatok három plusz típusa is megjelenik, a kollégiumok, a szakképzés és a szakszolgált, szakmai szolgáltatás, ugye felsorolom, négy lesz belőle. Tehát ők ezt megyei illetékességgel koordinálják, irányítják, ez a szakmai irányítás feladata. Hogy ki lett azt a kérdést nem egészen értettem, hogy azok az iskolák, akik nem adták át a... Nem. Tehát ahol... Ki a munkáltató? Ahol, tehát a fenntartásán került a... Igen. Ki az iskolában a munkáltatói joggyakorlója? Az igazgató, vagy a tankerületi
Igen, a Klébezberg intézmény fenntartó központ egy központi hivatal, és mint egy központi hivatal egy személyi felelős vagy felelős vezetés alatt áll. Tehát formailag és jogilag a munkáltató jogkör gyakorlása is itt jelenik meg az egy személyi felelős vezetőnél. De leadott jogkörökben, illetve jogszabályok másfajta kinevezési jogköröket is tartalmaznak, tehát a tankerületi igazgató és az iskolaigazgató kinevezője az oktatásért felelős miniszter, a pedagógusok eddigi munkáltatói jogkörgyakorlója az iskolaigazgatója volt, most a leadott jogkörben az összes egyéb munkáltatói jogot gyakorolja továbbra is az iskolaigazgatója, tehát ezért tud utasítást adni, és ezért tudja megszervezni az iskola életét, de a kinevezési, felmentési jogkör az az elnöknél van, a pedagógusokra vonatkozóan. A jogszabályok azt teszik lehetővé, hogy a delegálni a jogköröket egy irányba lehet, tehát egy körre lehet leadni, nem lehet megosztva leadni a jogköröket. Amennyiben a témához kapcsolatban nincs több kérdés, akkor térjünk vissza az úr. Ja, ultimátum. Igen, a felsőoktatási érdekegyeztetés pénteken folytatódik, mint azt ön is tudja, és ezzel az egyeztetéssel, az egyeztetés vezetésével a kormány Balogh Zoltán miniszter urat bízta meg, úgyhogy ő jogosult erről nyilatkozni, illetve addig, amíg az egyeztetések nem folytatódnak, én sem tudnék róla mit mondani. És elkészítendő, azt szeretném kérdezni, hogy ugye tegnapnak kifelvállalkozók a rendezvényre, miért nem mentem? A hallgatók mindenkit meghívtak, miniszterelnök urat, miniszter urat, engem, helyettes államtitkár urat, meglehetősen késői időpontban. A formája is elég furcsa volt, mert a pontos helyszín nem volt megjelölve nekem, már be volt táblázva a délutánom, úgyhogy ezért nem tudtam elmenni. De későn érkezett, van meg hívó? Későn érkezett, így van. Nem tudta volna a szervezni a programokat? Nem. Amennyiben nincs több kérdésük, akkor köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásomra. Köszönjük szépen, viszontlátásra, további jó munkát kívánok! Viszontlátásra!